Pápa Levente a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy nagyon rövidke, de lényegre törő közleményben a kormány illetékesei azt tudatták, hogy nincs napirenden. Nem döntöttek erről, nincs ilyen tanulmány, nincs napirenden. Nyilván azt nem fogalmazták meg, hogy soha nem is lesz, de hogy most nem erre készül a kormány. Ettől függetlenül mit gondol, vagy hát azt gondolja, aminek hangot is adott a saját pártja, hogy fú, hát itt aztán dohány, trafik, mutyi után jön az ital, mutyi? Hát én bármivel mernék fogadni, hogy meg fog ez történni. Azt, hogy most jövőre, vagy 2016-ban ezek ilyen kérdések. Ugye a Napi Gazdaságban jelent meg ez a hír, ami a Századvégnek a tulajdona, ami egy ilyen állami kormányhoz köthető lényegében kutató szervezetnek ugye a lapja. Ugye azt lehet mondani, hogy nem ellenzéki forrásokból, hanem kormányközeli forrásokból szivárgott ki ez a hír. Ezért gondoljuk azt, hogy van jelentősége. Többször fölmerült már ez az információ, és én azt gondolom, hogy a kormányzati logikának ez a következménye, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni. Hát a Napi Gazdaság azt is megemlíti, talán ott fogott aztán mindenki gyanút, hogy a Napi Gazdaság információira, tehát itt azt gondoljuk, hogy azok bennfentesebb információk, tehát hogy biztos jobban tudják, mint bárki más. Szóval a Napi Gazdaság azt is megemlíti, hogy az italboltok létrehozása nem magyar sajátosság, mert az ilyen típusú, mert hogy ilyen van Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, és jó ideje nem árulnak szeszt az üzletekben, csak italboltokban, de hasonló, én nem, fogalmam sincs, hogy Kanadában vagy Új-Zélandon hogy lehet italt vásárolni, de valami hasonló metódus alapján, mint Magyarországon a cigarettát? Lényegében igen, tehát állami monopóliumok osztják ezeket az égetett szeszes italokat. Skandináviában is így van, tehát például Norvégiában, Svédországban, illetve a brit gyarmat, volt brit gyarmatokon, ez Ausztrália, Új-Zéland, Kanada. Ő azt lehet mondani, hogy lényegében egy állami koncesszió, vagy állami monopólium, egy kizárólagos eladási jognak a létrehozásáról van szó. Ugye általában azt szokták mondani, hogy ez közegészségügyi érdek, hogy az emberek minél kevesebb káros szenvedélyt fogyasszanak, úgy, mint az alkoholt és a dohány. De én azt gondolom, hogy Magyarországon nem ez a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy nálunk más okai vannak ennek a bevezetésének, és hogyha itt tartunk, akkor szerintem észszerű levonni a trafik koncessziónak a következményeit. Ugye most már egy év eltelt abból a bevezetéséből, és most már világosan látszódik, hogy milyen következményekkel járt ez a dolog. Ugye nem árultunk zsákba macskát, azok a következményei lettek, amit a közgazdászok megjósoltak tavaly nyáron. Leesett a legális forgalom, megnőtt a fekete kereskedelem, beszakadt a költségvetési járulékbevétel, illetve munkahelyek szűntek meg tízezres nagy lélekszámban. Azt lehet mondani, hogy ezek lettek a következményei lényegében a trafikkoncessziónak, azon túl, hogy ugye egy lényegében politikai alapú szelekciós mechanizmussal választották ki azokat a tulajdonosokat, akik működtethetik a trafikokat. Ugye ezt ma már lényegében lehet látni, mert a DK kikérte ezeket a pályázatokat, és ugye azt lehet látni, hogy a szubjektív pontok, amiket lehetett adni, azok nagyon-nagyon sokat azok nyomtak alatt. Nagyon-nagyon sokat nyomtak alatt, ez az egyik dolog, és a másik, a legfontosabb dolog, hadd hangsúlyozzam, hogy itt egy állami tulajdonnak az elkótyavetyélése történik, ugyanis az történik, hogy ezeket az állam, ezeket a monopól jogokat, mondom, kizárólagos eladási jogokat hoz létre, amiért pénzt kéne kérni. Ez nem olyan dolog, hogy valakinek ingyen jár, ingyen vagy pedig fillérekért, mert ugye fizetnek koncesziós jogot, de filléreket, ahhoz képest, hogy mekkora bevételük van. Tehát azt gondolom, hogy itt egy jövedelem átcsoportosítás történik a kormányzatnak vagy a Fidesznek lényegében a kedvezményezettjeihez a magyar lakosságtól. Tehát hát ezek nem kicsi jövedelmek, már a dohány esetében sem. Nem láttam erre irányuló felmérést, de azt feltételezem, hogy az ital meg még nagyobb jövedelmet termel. Egy olyan 20-30%-kal nagyobb, tehát körülbelül a dohánypiac az évi 500 milliárd forint. Ugye most leesett nagyon a legális, olyan 30%-kal, tehát olyan 350-400-ra. Az alkohol az kicsit nagyobb, az olyan 600-650 milliárdos piac évente. Ugye ebben benne van nem csak az égetett szesz, hanem a sör is, illetve a bor is. Ugye arról nincsen pontos információnk, hogy mekkora alkoholtartalmú
italoktól kezdve lehet csak kizárólag majd engedéllyel rendelkező üzletekben vásárolni. Ugye a hírek arról szólnak, hogy valószínűleg ez egy olyan 20% fölött lesz, tehát az égetett szesz kategóriába, és ugye a bor meg a sör az valószínűleg vásárolható. És ezt hogy kell elképzelni, például ahol állami kézben van az italkereskedelem, ott hogy van? Mi a helyzet a vendéglátóipari egységekkel? Ott természetesen lehet csak rendkívül drága, tehát nagyon borsos az ára, hogyha Skandináviában volt, akkor biztos tudja, hogy rendkívül drága, és éppen ezért van egy... Hát nem voltam és nem is ittam, mivel nem voltam, de ha lettem volna, akkor sem biztos, hogy ittam volna. Igen. Tehát ugye van egy turizmus kifelé, hogy rendkívül drága az alkohol, pont ezért, mert monopol termék, és extra adókat terhelik még, és azért nagyon-nagyon még az ottani árszínvonalhoz képest is rendkívüli módon drága az alkohol, ezért nagyon sokan mennek el onnan, és ugye máshol próbálják. Egészségmegőrzés a cél, és mondjuk akár a dohány esetében is így volt, hogy a fiatal korosztály egészségének a megőrzése az még inkább kiemelt cél. Hát a fiatalok szerintem jellemzően nem az égetett szeszeket veszik, mert hogy azok jellemzően drágábbak. Tehát inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú italok, és abból jó sok, az, ami mondjuk a fiatal korosztály fogyaszt, nem? Vagy rosszul gondolom? Hát én ezt nem tudom pontosan, de nyilván nagyon fontos majd a pontos részlet szabályozása. Mert ahhoz meg akkor hozzájuthatnak majd csak a drága égetett szeszhez, nem? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye amihez nem juthat hozzá, ott rögtön jön, hogy megpróbálják lecserélni másra. Ugye ezt lehet látni, hogy akkor inkább behozzuk a fekete cigit Belorussziából vagy Ukrajnából, inkább vágott dohányt veszünk belőle, mert túl drága a dolog. Tehát a fogyasztók megpróbálják helyettesíteni ezt a fogyasztási szokásokat. És egyébként, hogyha az egészségügyről beszélünk, szóval nem vagyok benne biztos, hogy azt lehet látni, hogy a fekete kereskedelem a duplájára emelkedett egy év alatt, tehát körülbelül a teljes piac 5%-áról olyan 10-11%-ára. Hogy a Ukrajnából, Belorussziából behozott dohánytermékeknek az egészségügyi hatásai, amik nem futnak át a legális eladási rendszeren, azok mennyivel károsabbak, mint a sima, hát én attól félek, hogy jelentősen. De én meg azzal nem tudom ezt az egészet összerakni, hogyha lesz egyszer állami monopóliuma az alkoholtermékeknél, óvjuk, védjük a fiatal, és egyébként statisztikai adatok nem is túl rózsásak az alkoholfogyasztást illetően. Óvjuk, védjük a fiataljainkat. Ez is mind díjazandó, hogyha így lehet óvni, védeni, akkor ezek jó irányba mutató dolgok. De ez hogy tudja összerakni például a pálinka főzés szabadságával? Tehát meg nem vehetem, mert kártékony, de otthon főzhetem 50 literig, amit csak kedvem tartja. Mármint, hogy családtagonként 50 liter. Igen. Hát ugye ez egy jó példája a Fidesz által hangoztatott elveknek, és inkább a kettős beszéd, amit ezekkel keresztül folytat. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan önellenmondás, de hát rengeteg ilyen van a Fidesz politikájában, és én éppen ezért mondtam a legelején azt, hogy szerintem a Fidesz hatalmi logikájából következően ez biztos meg fog történni, ugyanis az a érdekeltségi kör, aki a Fidesz körül van, azoknak folyamatosan kell majd a jövedelmet átcsoportosítani a magyar állampolgároktól, mint ahogy történt ez a trafikkoncesziók esetében is. Ugyanis azt kéne garantálniuk, hogy ezeknek a boltoknak a kiválasztása az átlátható, pártsemleges, és mindenféle szakmai alapon fog lezongorázni, és nem pártpolitikai alapon. Hát ha lesz, akkor biztos így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.